élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket. Önök a Vizeterápia 129. részét látják, és nagy-nagy megtiszteltetés és örömmel üdvözlöm mai vendégünket, Géczi Érikát, zenész, énekes, gitáros. Szeretettel köszöntünk. Én is szeretettel köszöntelek, meg a kedves nézőket is. Én úgy gondolom, Erika, hogy lesz miről beszélgetnünk, mert nekem a felvétel előtt így dobogott a szívem, mert hát ugye az egyik kedvenc zenekarunk a Kormorán együttes, és hát nem akarom itt sorolni a dalait, de azt hiszem azzal kellene kezdenünk, hogy egy néhány mondatban, hogy is nézett ki a múlt, mert ha jól tudom, akkor azért elég hosszú az életpályád. Egy pár mondatban összefoglalnád. Igen, hát nehéz lesz pár mondatban, de megpróbálom. Igazából 15 éves koromban lett két olyan szenvedélyem, és aztán ami most végigkíséri az egész életemet, az egyik az a sport. Valamiért volt egy olyan erős késztetésem, hogy én versenyszerűen szeretnék sportolni. Előtte az iskolában atlétizáltam, és nagyon jó testnevelő tanárom volt, de 15 éves koromban a bátyám egyik barátnője lehívott kajakozni, és ez egy olyan véghetetlen nagy szerelem lett a kajakozás, hogy 15 évig csináltam, voltam világbajnok, olimpiai ezüstérmes, és még van számos érmem. Bocsáss meg, itt álljunk egy pillanatra. Kedves nézők, nincs tévedés. Erika világbajnok volt, kajakos világbajnok, meg ezüstérmes olimpiai bajnok is, ugye? Igen. Hát megindultam volna Los Angelesben is, ugye 88-ban Szeulban szereztem az ezüstérmet, és igen. 84-ben indultam volna Los Angelesben is, párosban és négyesben, de ugye azt bojkotált a Magyarország, és így aztán az sajnos kimaradt az életemből. Egy éremmel kevesebb? Hát kettővel. 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 Hát ugye a románok nyerték azt a Los Angeles-i olimpiát, és párosban is, négyesben is, úgyhogy szerintem, és őket azért mi vertük. Tehát, de nyilván ugye a németek, az NDK-sok, tehát az összes szocialista ország, kivéve a románok, uh-huh, ugye otthon maradtak. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, de ezt meg kellett jegyezni, hogy mégis kajak világbajnok, ugye a mi énekesünk, akinek olyan lélekközeli dalai vannak, és olyan letisztult hanghordozás, amin szájtátva figyeljük, akiben van egy kis magyar érzelem. Na hát köszönöm szépen. Tehát, hogy így indult az életem, de ugyanakkor 15 éves koromban édesanyám hazahozott egy gitárt is kölcsön a kolléganőjétől, és ott ácsorgott a szekrény mellett a sarokba sokáig, és csak úgy szemezgettem vele, aztán egyszer a kezembe fogtam, hogy na, most mit is lehet ebben kezdeni. És aztán egy kenus fiú megtanítgatott egy-két akkordra, megtanultam egy-két amerikai népdalt, és Joan Baez dalokat hallgattam, ugye őt talán van, aki ismeri. Ő is ilyen énekes, gitáros hölgy volt, gyönyörűen énekelt. Hát ugye mikorról beszélünk, 80-as évek. Dehogyis, 1974-ről beszélünk. Hát én akkor kezdtem el kajakozni, igen, 15 éves voltam akkor. Bocsáss meg, mindegy, nem számoljuk, hogy még. Nem is kell. 40 körül, jó. Egyébként most volt a születésnapom vasárnap, egy szép kerek évforduló. Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. Szóval így együtt indult ez a két dolog, és nehéz is volt eleinte a gitárt letenni, amikor edzésre kellett mennem, de azért mindig sikerült, és sokat gitározgattam az edzőtáborokba, kis amatőr klubokba zenélgettem, és aztán 86-ban, akkor lettem világbajnok Montreálban, négyesben, és akkor valahogy egy bojtorján klubba történt egy eset, hogy áramszünet lett, és valahogy én oda mentem a színpadhoz, ilyen kis gyertyákat gyújtottak, és a Bomázi Zoltán, a Bojtorján együttes énekes, így a kezembe nyomta a gitárt, hogy énekelsz valamit? Mondom, tessék, mit csináljak? És
Persze, hogy énekeltem, mert nagyon szerettem énekelni, és akkor előadtam egy dalt, és így kezdődött a kapcsolatom a Bojtúrjánnal. És attól az évtől kezdve, mint vendég előadó járogattam velük a koncertekre, és aztán 88-ban, amikor abba hagytam a versenyzést, akkor ketté vált a Bojtúrján zenekar, és az újjá alakuló Bojtúrjánba fölkértek, hogy lennék-e, mint zenekari tag, és hát nagy boldogan elvállaltam, úgyhogy így indult igazából a professzionális. Nem nagyon emlékszem azokra az időkre. Úton vagyok, igen. Ez a dal sem mond semmit? Hát nem tudom, kicsit zavarba vagyok. Jó, semmi baj. Jó. Még egy, csak egyetlen egy mondatra térjünk vissza a sporthoz. Legfeljebb a főszerkesztő kivágja. Volt olyan kapusa a Fradinak, hogy Géc István, nincs valami rokoni kapcsolat? Igen, névrokon, igen, de nagyon szerettem őt, pont azért, mert a névrokonom. Igen, jó is védett a Pista. Oké, menjünk tovább akkor most már zene irányába. Tehát így kezdődött az életem, a zenei életem a Bojtúrjánnal. De ugyanakkor én edzősködni is elkezdtem a Budapest Sportegyesületben, én ott kajakoztam, és 10 évig tanítottam gyerekeket. Eleinte a BSI-be, és 3 év után átmentem a KSI-be, úgyhogy a 10 évből 7-et a KSI-ben töltöttem. És közben persze ugye zenéltem. Megment a zenét. Igen, és... Hát Bojtúrján után jött Rockford együttes, aztán ugye jött a Kormorán, közben jött a Honfoglalás filmzene. Ez is egy nagyon érdekes felkérés volt, mert a Rockford együttes vezetője kapcsolatban volt Koltai Gergellyel, aki a Honfoglalás filmzenét írta, ugye a Honfoglalás című filmhez, amit Koltai Gábor a testvére rendezett. Igen. És hát így valahogy kaptunk egy felkérést a Szabó Csillával, akivel akkor én együtt énekeltem ebben a Rockford együttesben, hogy csináljunk egy próba éneklést, mert ugye az eredeti felvételt, ami a filmben elhangzik, az Demjén Ferenc énekelte, de a CD-re, amin kiadták a Honfoglalás filmzenét, akkor ott a mi verziónk is aztán így felkerült, mert nagyon tetszett a kiadónak is, meg a zeneszerzőnek is az előadásunk. És aztán ugye a Koltai Gergely a Kormorán együttes vezetője is volt, ami abban az időben így szúnyókát, vagy hogy így mondjam, téli álmát aludta, de 2000-ben, hát helyesebben 99-ben már, akkor ő kezdte újjáéleszteni ezt a zenekart, és akkor belekerültem én is, és akkor így indult egy 10 éves Kormorán együttessel egy 10 éves együttzenélés, és aztán annak is vége lett, mert 2010-ben a Gergő szerette volna a zenekart egy picit átszervezni, új énekeseket, új zenészeket, és hát ötünk helyett más előadókban gondolkozott, ami akkor egy picit fájdalmas volt, és úgy nem esett nagyon jó, be kell valljam őszintén. De most már így utólag úgy értékelem, hogy valószínű, hogy ez jót tett mindannyiunknak. Ettől fejlődik. Igen, mert így tényleg igen. Tovább fejlődtünk, és mi öten, akik, hát nem tudom, hogy fejezzem ki, tehát gyakorlatilag mi öten kikerültünk a Kormorán együttesből, és mi alapítottunk egy új együttest, Örökség névvel, amely zenekarban én 7 évig aztán zenéltem. Nagyon jó időszak volt ez is, mert ugye a Kormoránban ott Zömbel Koltai Gergő szövegeit és zenéjét írtuk, vagy énekeltük, és írhattunk zenét, mi zenészek is, egy páran, de szövegeket az feltétlenül az a Gergőnek a privilégiuma volt. Igen. Igen, tudod, hogy mit nem értek? Még egy mondatra ragadjunk le a Kormoránnál, hogy sikert sikerre halmoztatok, vagy halmoztatok volna, ha esetleg az akkori politika úgy engedi, hogy miért kellene neki változni a felmondani, mert
Mert én úgy gondolom, hogy mindenhol telt ház előtt játszottatok. Legfeljebb azt elmondhatjuk, hogy talán olyan média hátteret nem kaphattatok hozzá, vagy mert léve, hogy nemzeti érzelmű dolog, meg nagyon szép szövegű, hogy mint most nem akarok nagy zenekarokat megnevezni, de akik ott voltunk, két koncerten is voltam, fantasztikus hangulatú és nagyon jó zenét játszottatok. Én azt gondolom, hogy mi azért voltunk olyan szinten tényleg, hogy országosan ismertek voltunk, azért a Duna Televízióban, meg szerintem az M1-en is azért mentek le koncertjeink. Kevés. Hát igen, jó, de azért mentek. Meg azért voltak tévés felvételek, mások is így műsorokban, de valóban mondjuk ez a fajta műfaj, ez más elbírálást kapott, az tény és való, hogy miért kellett ezt felborítani, erre csak Koltai Gergő tudná a választ. Ő lényegében neki egy más felfogása volt a zenekarozásról, tehát ő mindig büszkén írja a honlapjukon is, hogy a Kormorán zenekarban 90 muzsikus megfordult. Tehát ő neki egy ilyen elképzelése volt egy zenekarról, hogy ott végül is, én azt gondolom, hogy a Kormorán történelmében ez egy nagy szó volt, hogy 10 évig volt egy állandó tagság, mert ez volt a rekord, tehát itt még hát ilyen sokáig ilyen, együtt igen. Nem volt egyben 9 muzsikus, úgyhogy már 9-en voltunk, és hát ezzel nem lehet vitába szállni, hiszen valóban ez az ő zenekara volt, hogy így mondjam, és jó, mi tudomásul vettük, jó. Hogy így döntött, és mi meg örültünk ezzel. Jó, menjünk tovább, és akkor 10-ben hogyan alakult a sorsod? Hát 2011 januárjában, februárjában mi megalakítottuk ezt az örökség együttest, ugye 5-en, akik kiváltunk a Kormoránból, és hozzánk csatlakozott Gulyás Ferenc népi hangszeres, aki a Noxnak volt anno a népi hangszerese. Nagyon jó kis csapat volt. Uh-huh. Még az elején, még a Gáspár Álmos és Zsoldos Tamás, Gáspár Álmos hegedűs és a Zsoldos Tamás basszusgitáros, akik ők ugye még a Kormoránban voltak. Ők is velünk voltak, de aztán sok volt az ütközés, és akkor helyettük mi hívtunk más zenészeket. És akkor így elindultunk az örökségzenekarra, csináltunk két szép albumot, amiben nagyon büszke vagyok, mert tényleg ott sok szerzeményem van nekem is. Uh-huh. Sok dalszöveget is írtam, zenét is, úgyhogy ahol az interneten fönt lehet is hallgatni ezeket a dalokat. Egész biztos, hogy rá fogunk keresni, igen. és aztán 2017 év végén én befejeztem a pályafutásom az örökségben. Kicsit azt hiszem, hogy így telítődtem a zenekarozással, és igazából nem volt semmilyen szándékom, hogy mit fogok utána csinálni. Azt sem tudtam, hogy fogok-e még zenélni utána. De úgy akkor úgy éreztem, hogy itt most... Elfáradtunk. Igen, ezt én most szeretném abba hagyni. De nem hagytad abba. És nem hagytam abba, mert hogy milyen érdekes a sors, és nekem a sors, vagy hogy így mondhatnám, az élet mindig közbeszól, és mindig tovább lendít. Nagyon sokszor én rá is bíztam magam az életre, hogy nem én döntöttem el, hogy merre menjek tovább, hanem jöttek emberek, hogy jött egy lehetőség, vagy például ugyanígy lettem edző is, hogy eszem ágában sem volt, hogy edző legyek, csak jött ott egy lehetőség a BSE-ben, és akkor gondoltam, hogy hát miért ne? Szerettem a gyerekeket, szerettem a kajakot, és vizet. A vizet. Igen. És ugyanígy jött az is, hogy 2018-ban megkeresett egy gitáros fiatalember Rózsa György személyében, aki énekesnőt keresett a zenekarába, és én hát szegényt elküldtem az elején, mondtam neki, hogy nem akarok zenekarozni. És utána két hét múlva megint fölhívott, és mondja, hogy de akkor segítenék neki, hogy egy-két dalát fölénekelném stúdióban, mert nagyon szép szerzeményei vannak,
zenéket ír, dalszövegeket, és mondtam neki, hogy természetesen nagyon szívesen, és eljött hozzám, beszélgettünk több mint egy órát, és mutogatta a dalait, és egyszerűen lenyűgözött az, hogy, és főleg egy mondat, amit a végén mondott, hogy ő gyógyító zenét szeretne csinálni. Hát itt kész voltam, mert valamilyen szinten az én célom is az, hogy tulajdonképpen minden dalszövegemben vannak olyan utalások, és olyan szövegek, fordulatok, mondhatnám úgy is, hogy üzenetek, amikkel szeretnék én az embereknek üzenni, hogy hogyan tudnák az életüket boldogan. Kicsit lelassulunk, a lelkünket tisztába tesszük. Igen. Tehát így ilyen lélekre ható dalokat szeretnék írni. Fényűző városokban az idő gyorsan száll, összebújó páratéren a nyár oly messze jár. Alul járok mélyén, hova nem jut el a fény. Kartondobó ágyon alvó millió szegény, mélyen alvó városokban kopogtat a tél. Csillagfényes éjszakákon sok ember remél. Eljön majd a karácsony, mindenütt gyertya ég, s elmúlik minden fájdalom a szeretet ünnepé. Aludj még, álmodj szépet, kedvesem. Álmodj még, álmodd azt, hogy jó legyen. Egy felhőn ülve dúdold a szíved dallamát, dúdold azt, hogy jöjjön egy jobb világ. Teljesen megnyugta, és tényleg ajánlhatjuk a kedves nézőknek, hogy le tudunk tisztulni, meg lelassulni, meg kicsit helyreállódik az idegrendszerünk. Hát sokféle zene van. Én azt gondolom, hogy minden zenének van létjogosultsága. Hogy nem. És mi ezt az irányt vettük. Én már az örökség időszakában is gondolkoztam azon, hogy szeretnék majd ilyen meditációs zenéket is készíteni. És hát ez most nem kimondottan az, de mindenképpen a tartalmilag és a mert most dolgozol valami lemezen, ugye? Igen, ez egy új szólóalbumom, mondhatni azt, hogy az első igazi szólóalbumom, mert volt már nekem egy, amit szólóalbumnak lehet nevezni, de ott az egy ilyen művészettársulás volt egy festőgrafikus hölgyel, meg egy fiatalemberrel, aki írta a szövegeket, illetve a verseket. Annak Megfestett érzések volt a címe, és az egy picit olyan más jellegű volt, de a zenei rész az teljesen az enyém volt, én írtam a zenéket, és én is hangszereltem, és én is énekeltem, úgyhogy mondhatni azt, hogy most és mikor ez a második. Július elején várható. Sokat kell rajta dolgozni, ugye? Megjelenik, hát kell, igen. Meg nem rohanunk igazából rá, mondjuk korom miatt talán kicsit rohanhatnék jobban, de mi a címe? Angyalszárnyakon. Fantasztikus. Menjünk tovább. Szoktatok még, vagy szoktál még koncertre járni, énekelni? Fellépésre vannak meghívásai? Hát most szerveződik igazából az életem. Mert mindig, amikor az ember egy zenekari karrier után egy szóló pályába átlép, akkor kicsit más. Igen, tehát újra föl kell építkezni, mondhatnám így is. Vannak koncertek, de azért még sokat kell azon dolgozni, hogy tényleg legyenek még. Tervezek októberre, pontosabban október 12-ére egy jubileumi lemezbemutató koncertet. Három dolog
van az életemben, amit ünnepelnék ezen a koncerten. Az első az, hogy 30 éve zenélek, mert ugye 88-ban hagytam abba a kajakozást, és 89-ben kerültem be a Bojtorjába, tehát ez pont 30 éve volt. Amúgy idén lettem 60 éves, ez is egy kerek. Ezt kivágjuk a műsorból. Nem, nyugodtan bennem maradhat. Én nem titkolom, mert az, hogy most az ember hány éves, az teljesen mindegy, mert úgyis az a lényeg, hogy én mit érzek belül, és hogy érzem magam. És tehát a harmadik dolog meg az, hogy most tényleg ez az új album ez megszületik, és nagyon várjuk már mindannyian. Hát ez kétségtelen, így van. Így van. És ha van szabad időd, azt mivel töltöd? Nagyon sokat sportolok, tehát most így egy picit fordult a kocka, ugye a zene lett a hivatásom, és a sport a hobbim. Uh-huh. Rendszeresen futunk, van egy kiskutyám, és ő is, hát sajnos lassabban fut, mint én, de hát azért... Akkor az nagyon picit. Az egy gyötröm, szegénykét, uh-huh. Igen. Hát még csak 5 éves, de... Azért a kutyáknál más a, ugye, a kor, mert igen, ők gyorsabban öregszenek. 35 éves akkor? Hát héttel kell szorozni, igen. Körülbelül 30. Igen. Akkor még tényleg hozzánk képest. Igen. Jó, de hallottam egy fülest sikerlélek. Tan, ez előadássorozat, vagy könyv, vagy ez mit takar önmagában? Mert sokat nem tudok, igen, hogyha beolvatná bennünket. Igen. Én... 2004-ben kezdődött nálam ez a fajta érdeklődés. Ugye 2004? 2004-ben, igen. Ugye a rendszerváltozáskor itt egy nagy nyitás történt a világ ezoterikus irodalma iránt, és rengeteg ilyen spirituális könyv áramlott az országba, és én nagyon... Nagyon érdekelt engem mindig is a léleknek a rejtelmei, tehát hogy egyfajta önismeret, hogy miért vagyok az, aki vagyok, miért vagyok olyan, amilyen vagyok, miért sikeresebb az egyik ember, mint a másik. Ez valahogy mindig is foglalkoztatott, és akkor én fölkerestem egy kedves barátomat, akinek volt egy ilyen magániskolája, és én megkérdeztem, hogy nem-e taníthatnék itt egy ilyen tantárgyat, mert akkor már összegyűlt egy akkora anyag bennem, hogy úgy gondoltam, hogy ezt úgy meg kéne osztani fiatalokkal. És akkor kaptam egy lehetőséget ebben az iskolában, persze ugye kellett írnom egy tantervet, akkor készítettem egy jegyzetet, és akkor tanítottam ott 2 évig. Aztán 2 év után eljöttem, mert végül is nagyon jó tapasztalat volt, de aztán rájöttem, hogy ezt nem ilyen iskolai keretek között nagyon nehéz, mert én igazából ilyen fakultatív szerettem volna, hogy csak azok jöjjenek, akiket érdekel, de ugye az egész évfolyamnak kellett, és úgy nekem nem annyira volt jó, mert nyilván nem mindenkit foglalkoztat ez a téma. Igen. Meg hát azért igen. 200 dolgozatot kijavítani negyedévenként, szóval az egy olyan nagyon nehéz is volt. És akkor úgy eltelt 10 év, de hát és sokat beszélgettem általában mindig erről a témáról emberekkel, és akkor megint volt egy iskola, ahova rendszeresen jártam énekelni ilyen diplomaosztókra, és annak az iskolának az igazgatója így valahogy fölfigyelt erre, amikor beszélgettünk, és Debrecenben egy új szakot indítottak, és kérdezte, hogy nem lenne kedvem nekem ott egy jegyzetet írni, mert hát ugye ott úgy volt ez a szak indítása, hogy előtte kitaláltak tantárgyakat, sok jegyzetet kellett írni. És akkor mondtam, hogy hát de nagyon szívesen, és akkor így írtam meg ezt a siker lélektan jegyzetet, ami már tényleg egy komolyabb forma, egy egyetemi jegyzet. Itt most a kéziratot elhoztam. Amúgy, ez van az asztalon. De amúgy ez egy elektronikus jegyzet, mert ugye ma már nem pazarolják a papírt az egyetemeken sem. Hát igen.
Na és hogy holnap megyek pont egy előadást tartani Debrecenbe, de igazából nem tanítom végül is itt az egyetemen, mert kiderült, hogy ugye csak tudományos fokozattal lehet egyetemen tanítani, az meg nincs nekem. De így is nagy megtiszteltetés, hogy én ezt az nem probléma. Megélhettem ezt a történetet. Jó, nem akarok a szabadba vágni, ez nem probléma. Nem? Nem, abszolút nem. Ugyanis én úgy tudom, aztán majd kijavítasz, hogy nem tudhatjuk azt, hogy a beszélgető partner milyen fejlett lelket hordoz magába. Tehát az, hogy most ezt diplomához kötjük, 2-3, vagy a juhász a falu szélén, ugye nyilván nagyobb a valószínűsége a diplomának, de én engem úgy tanított apám, hogy még a juhász is tud újakat mondani, ugyanis hallgatja a rádiót reggeltől estig, szövi a gondolatokat, semmást nem terel, csak nem csinál, csak terelgeti a birkákat, és jönnek sugallatszerűen az új ötletek. Hogy állsz a lélekkutatással? Ha már itt tartunk, folyamatosan megy, ez ilyen teljesen autodidakta nálam, rengeteg könyvet olvasok a mai napig, szinte szép irodalmat nem is olvasok. Egy kedves barátomtól most kaptam egy regényt, de azt el fogom olvasni, ilyen jó vastag, de az is nagyon spirituális tartalmú. Ez a harmadik szenvedélyem, ugye az első volt a kajak, aztán a zene, és ez a lélekkutatás. Igazából a saját lelkemet akartam meggyógyítani, ez az egész ugye úgy indult, hogy nagyon sok párkapcsolati problémám volt, és akkor mindig próbáltam ezeket megoldani, hogy hát mi a... De sikerült. Sikerült. Mert a kisugárzásból érzem. De igen, hát most nem mennék bele, hogy sikerült. Erika, a kedves tévénézők, mondom, hogy életünkben most találkoztunk először, illetve lehet, hogy voltunk 10 méter távolságban egy koncerttel, tehát fent voltál, én meg ott őrjöngtem lent, de ugye nyilván nem tudhatod. Nekem ez a kedvenc témám. Tehát tulajdonképpen a lélekkutatás, meg önmagában, amit te is mondtál egy 5-10 perccel ezelőtt, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk, mi a feladat. Ugye hát nagyon egyszerű, mert egyszerűnek tűnik, mert önrendelkezési jogot kaptunk, szabad akaratot. Így van. Tehát ki azt csinál az életével, amit akar, és legjobb esetben is csak tanácsot adhatunk hozzá, hogy hát ezt nem tartom, és én ezt másképp csinálom. Pontosan. De ebben nem akarok belecsapongni, mert ezek az én dolgaim, és nem én vagyok a riportalany. De azért azt megkérdezem, hogy ez komoly örömet okoz, nem? Legyél őszinte, hogy, tehát amikor úgy szájtetve figyelnek egy előadáson, hogy hűha, tényleg így működhet, és akkor elgondolkodik rajta az alany, hogy ennyire egyszerű lenne az életünk, vagy ennyire tesszük, mi bonyolultál? Én olyan sok előadást nem tartottam, és szerintem most egy ideig nem is fogok, mert ugye minden egész embert kíván, és most úgy gondolom, és úgy tűnik az életemben, hogy most megint a zenéjé lesz a főszerep egy ideig, de a lélekkel kapcsolatos dolgok, ugye nekem beleszövődnek a dalszövegekbe, és ráadásul ez a gitáros fiatalember, ő is ír dalszövegeket, és ebből a szempontból teljesen egy húron pendülünk, mert ugyanazokról a dolgokról ír. Tehát ilyen mondhatni azt, hogy ilyen lélekgyógyító dalokat írunk, és azt gondolom, hogy egy picikét most így a zenén keresztül tartom én idézőjelben ezeket az előadásokat, de nincs kizárva, hogy majd később lesz ilyen jellegű dolog az életemben. Amit én nagyon köszönhetek ennek az egész tudásnak, mert mondhatnám így is, hogy azt gondolom, hogy minden ember keresi azt a fajta boldogságot, ami nem a külső tárgyaknak a függvénye. Csak sokan nem tudják, hogy hogyan találják meg. Igen. És ez a tantárgy végül, vagyis hát tantárgy, nem tantárgy, mondhatni azt, hogy írás arról szól, amit nem én találtam föl, én csak így összegyűjtöttem, hiszen már rengetegen mások ezt ugye megírták, meg más nagy gondolkodók, akik ebben foglalkoznak, hogy az igazi boldogság az a belső lényünkből fakad, mert hát ugye ahhez azt kell tudni, hogy,
hogy mi egy szellemi lények vagyunk. Igen. Csak van egy testünk, ugye, ami olyan, mint a ruhánk. Ideig óráig. És tehát, mintha ha mi ezt tudjuk, hogy mi egy szellemi lények vagyunk, és ez szerint tudunk... És a létezésünk örök. Igen, ilyen, tehát, hogy a testünket igen. cserélgetjük időnként, pár száz évenként, vagy ezer évenként, vagy ameddig úgy gondoljuk, hogy még akarunk megszületni, és tapasztalatokat akarunk gyűjteni a földi, vagy bármilyen más létezőként, akkor ez így lesz. De nekem ez a felfedezés az, hogy én ezt elfogadom, és így én hiszem is, hogy ez így van, ez nekem megadta azt a fajta boldogságot és kiegyensúlyozottságot, hogy ez az, amitől én boldognak érzem magam, és az, hogyha nekem sikerem... Nyugodt, kiegyensúlyozott. Igen, tehát hogyha sikerem van igen. az élet fizikai igen. területén, igen. akkor az csak a hava tortára, tehát úgy gondolom igen. ma már. Én azt hiszem, hogy 100%-ban egyet kell, hogy értsek. Igen, tehát odáig el kell jutnunk, hogy magunkkal kell kibékülnünk, a lelki békénk. Így van. Nagyjából az alapokkal kiki a saját szintjén, ugye. Megküzd, hogy na, akkor tényleg így működik, vagy megszületünk, meghalunk, és akkor stb. De hát van olyan, hogy lelki ismeret, akkor az is megszólal. Na jó, hát ezt még tovább ragozhatnánk, és én hajlok rá, hogy azért ezt majd kellene folytatni, ezt a beszélgetést. Ebben az irányban, mert elnézést kérek a kedves nézőktől, de hát önök azért tudják, hogy nekem ez az egyik kedvenc témám és kutatási terület, és azt is elmondhatom, hogy teljesen véletlen sodrottunk. Jól mondom? Igen. Ebben, mert igen. tényleg ugye nem találkoztunk. Hát ugye jön G.C. Erika, énekes, és a kormorántó, és akkor dobog a szívünk, hú, de jó kis műsorság, közben kiukadunk az ezotériánál, vagy a lélekkutatásnál, tehát így sikerült, ideig kanyarodtunk. Mondod, hogy egyedül csináld ezt a lemezbemutató, mik a további tervek? Mert azért még nagyon sok van hátra. Szóval. Igen, tehát hogy nekünk az a tervünk, hogy nagyon sok dalt írjunk még, nagyon sok lemezt készítsünk, szeretnénk minél többet koncertezni, minél több emberhez eljutatni a dalainkat, tehát azt gondolom, hogy mint minden zenésznek nekünk is ez a fő célunk, és nem elsődlegesen az anyagi szempontok miatt, hanem ez egy ilyen belső késztetés, tehát a fő cél az, hogy zenéljük, mert zenélni jó, és ugye a zene is egy olyan energiaforrás, ami fel tudja tölteni az embereket koncerteken, és hát ezt szeretnénk csinálni. Uh-huh. Ez zene volt a fülemnek egyébként, az, hogy nem kimondottan anyagokból. Hát én sajnos az a baj, hogy ebben a pénzorientált világban, ami hát itt a bolygón a királya a pénz, vagy az Isten, persze egyeseknek, nekünk nem valószínű, azért jó hallani, hogy ilyen műfaj is van. Én megmondom őszintén, Erika, hogy teljesen meg vagyok lepődve azon, hogy milyen életfelfogásod van, milyen életstílusod van. Én úgy gondolom, hogy ezt valamikor folytatni kellene, mégpedig nem a kajakozással, nem az úszással. Úszni tudsz, ugye? Tudok. Én elég rosszul, de tudok. Nem baj. Meg, hát jó, most nyilván a zenét is esetleg kielemezzük, de ami miatt indítatást érzek ebbe az irányba, hogy fantasztikus örömmel tölt el az, hogyha tudunk az embertársainkon segíteni, egy kicsit, picikét kinyitni a szemüket, hogy nem minden úgy működik, amit itt a virtuális világban látunk, nem? Így van, igen. És tehát az már önmagában részlegesen boldoggá tehet, hogyha 100-ból 6 ember azt mondja, hú, hát tényleg ezen elgondolkodom, vagy kezembe veszek egy könyvet, és akkor megpróbálok tanulni, fejlődni. Mert hát ugye azért vagyunk itt ezen a bolygón, hogy
hogy megtapasztaljunk dolgokat és fejlődjünk úgy, hogy a környezetünknek ne okozzunk át. Pontosan. Sajnos lejárt a műsoridőnk, be kell fejeznünk. Erika, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és akkor szívesen látunk, és akkor nagyon jó munkát kívánok az új anyaghoz. Köszönöm szépen. Meg hát minél előbb a lemezben mutató, mert hát esetleg mi is be tudjuk mutatni, mert azért maradjunk annyiban, és a kedves nézők tudják, hogy az ilyen embereket mi is nagyon értékesen tartjuk, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm. Jó, mi is köszönjük. Kedves nézőink, önök a Víziterápia 129. részét látták, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. További jó pihenést kívánok. Valaki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántottalak.